Sziasztok! Előfordult már veletek olyan, hogy elvesztettetek valamit, amiről biztosan tudtátok, hová tettétek, de végül teljesen máshol találtatok rá? Hogy miért kérdezem ezt? A következő néhány percben megtudhatjátok. Mai témánk a Mandela effektus, melyről mielőtt kifejtenénk, hogy mit is jelent, egy dolgot érdemes leszögezni az elején. A jelenség nem tudományos alapokon nyugszik, ez mindössze észlelések sorozata, melyek igencsak elgondolkodtatták az embereket az elmúlt néhány évben. Egyesek hisznek benne, mások butaságnak tartják, mi nem szeretnénk állást foglalni, pusztán bemutatjuk a jelenséget. A videó végén írjátok meg, ti mit gondoltok a témáról, hisztek-e benne, vagy sem. Ha újak vagytok a csatornán, akkor mindenképp iratkozzatok fel, ha pedig az elsők között szeretnétek értesülni a legújabb videókról, akkor kattintsatok a feliratkozás gomb melletti harangikonra is. Na kezdjük! A Mandela effektus, mély meglepő módon, Nelson Mandeláról, korábbi dél-afrikai elnökről kapta a nevét. Azért róla nevezték el, mivel az ő személyéhez, pontosabban halálának körülményeihez köthető a legkomolyabb észlelés. A most középkorú emberek többsége váltig állítja, hogy emlékszik Mandela temetésére a 80-as évekből, valamint gyászoló felesége is élénken él a tudatukban. Hol itt a probléma? Nelson Mandela 2013-ban hunyt el. Hasonló példákat találunk például a Star Wars-ban is. Ugye emlékeztek még C-3PO-ra? Tiszta arany volt az egész teste, ugye? Nem egészen. Jobb lábszára, tértől lefelé ezüstös. Vagy nézzük a filmtörténelem egyik legikonikusabb mondatát. Luke, én vagyok az apád. Vagy mégsem? Ha megnézitek a filmet, valójában ez úgy megy, hogy nem. Én vagyok az apád. Ez csupán néhány példa volt, melyek a legtöbb embert érintik, azonban ha kíváncsiak vagytok az összes eddigi észlelésre, akkor látogassatok el a Mandela effektus hivatalos oldalára, ott megtaláltok mindent. Na de nézzük, hogy mi lehet a magyarázat ezekre a furcsaságokra. Akik hisznek a jelenségben, azok alapvetően két lehetséges megoldást vázoltak fel a furcsa történésekre. Az egyik a párhuzamos világok, azaz multiverzumok lehetséges létezése. Az elmélet lényege, hogy megszámlálhatatlan verziója, szimulációja létezik az általunk hit valóságnak. Ez számos sci-fi alapjául is szolgált, nem is csoda, hisz igen érdekes feltevés. Ez alapján elképzelhető, hogy egy párhuzamos dimenzióban valóban meghalt Mandela a 80-as években, ezért emlékeznek rá sokan így. De ha ez így történt, akkor hogy kerültek azok az emberek a mi valóságunkba? Létezik átjárás a dimenziók között, amiről nem is tudunk? Erre a kérdésre egyelőre még csak keresik a választ. A másik elmélet még ennél is ijesztőbb, eszerint egy nálunk sokkal intelligensebb faj videójáték szimulációi vagyunk. Ezt úgy kell elképzelni, hogy a világ, amelyben élünk, mindössze egy videójáték. Olyan, mintha csak karakterek lennénk egy szuperokos videójátékban, ahol egy nagyon összetett program alapján mozgunk, létezünk. Ha ez a jelenség valóban igaz, akkor viszont hogy tudtunk rájönni? Hiba csúszott a Matrixba? Ezzel a kérdéssel szeretnénk zárni ezt a videót, reméljük tetszett nektek, és ahogy a bevezetőben is említettük, kíváncsian várjuk, ti mit gondoltok erről az egészről. Ennyi volt mára, találkozunk a következő videóban. Na sziasztok!